Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Szoller Zoltán a jelölt, tőzsgyökeres civil vezető indul a Fidesz-KDNP jelöltjeként Szekszárdon. Sok a szabálytalan behajtás a Garai térre, 30 ezer forintos büntetésre számíthatnak az engedéllyel nem rendelkezők. Európai Kultúra Napja, több mint két évtizede ünnepeljük az eseményt. Letartóztatásban a bántalmazók, halálra verte ismerősét a két férfi. Tőzsgyökeres felsővárosi civil vezető indul a Fidesz-KDNP jelöltjeként a Tolnai megyeszékhely 4-es körzetében kiírt november 13-ai választáson. Szoller Zoltán azt mondja, a helyiekkel együtt alakítja ki a programját, hiszen az ott élők tudják legjobban, mire van szükségük. Horváth István országgyűlési képviselő, a választókerület kormánypárti elnöke szerint, ha Szoller Zoltán megnyeri a voksolást, újra fejlődő pályára állhat Szekszárd. Egész életében a választókerületében, Szekszárd felsővárosi részében élt Szoller Zoltán a Fidesz és a KDNP közös önkormányzati képviselő jelöltje. A faiparban és a borászatban is kipróbálta magát, valamint 2015-ben újjászervezte a 20. század elején alapított felsővárosi kört, amit azóta is vezet. Azt mondja, a helyiek közül rengetegen kérték arra, hogy méretesse meg magát a november 13-ai választáson. Elkezdtek a kedves barátok, ismerősök, ott lakók rám írni messengeren, telefonon, pártolók, hogy hát mégis nekem kellene indulni. Csak egy ott lakó tudja igazán, hogy mire van szükségük a felsővárosiaknak. Ezt vallja Szoller Zoltán, éppen ezért a helyiekkel közösen alakítja ki a programját, mindenkit bevonva a tervezésbe. Füst fölfele száll, a víz lefelé folyik, mindenkinek vannak kisebb, nagyobb problémái, úgyhogy ezek úgy fölkerültek nálam is a kis polcra. Horváth István országgyűlési képviselő, a választókerület elnöke szerint Szoller Zoltán győzelme jelenti a garanciát arra, hogy Szekszárdon kiegyensúlyozott politikai erőfölények alakuljanak ki, és építő jellegű munka kezdődhessen. Ha Zoltán nyer, akkor megvan az esély arra, hogy a közgyűlésben egy egészséges párbeszéd alakuljon ki a két fél között, egy kiegyensúlyozott közéleti politikára számítok. Ez annak az a feltétele, hogy a Zoltán tudjon nyerni. Horváth István a jelölt bemutatón arról is beszélt, az időközi választás tétje, hogy Szekszárdon végre folytatódnak-e a fejlesztések, vagy az ellenzék továbbra is megpróbál minden folyamatban levő beruházást megakasztani. Egy egypólusú, gyakorlatilag diktátumon alapuló ellenzéki politika fog kialakulni, amit amúgy az önkormányzati választások kezdetén megtapasztaltunk, amikor ugye felrúgták a szekszárdi önkormányzati cégekben lévő minden olyan együttműködést, ami korábban a város fejlődését szolgálta. Szoller Zoltán a választásig több lakossági fórumot is tart majd a körzetben, annak érdekében, hogy a programját a helyiekkel együtt dolgozza ki és valósítsa meg. Folytatódik a Magyar Falu program, jelentős források állnak rendelkezésre, mondta a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos hétfőn. Gyopáros Alpár emlékeztetett, Orbán Viktor miniszterelnök 2018-ban hirdette meg a Magyar Falu program elindítását. Olyan életminőséget akartak kínálni a kis településen élőknek, ami arra ösztönzi őket, különösen a fiatalokat, hogy maradjanak helyben. A falvakból elköltözők többi között ugyanis azt említették, hogy nem megfelelő az egészségügyi ellátás, az óvodai körülmények, illetve az utakjárdák állapota. Ezért olyan sokrétűek a Magyar Falu program támogatási céljai, emelte ki a kormánybiztos. Mindössze néhány percig tartott csak Szekszárdon a közgyűlés, az ügy, ami miatt összehívták, ugyanis okafogyottá vált, de mivel a témát korábban tárgyaló bizottságok nem kérték a téma elvetését, össze kellett hívni a képviselőket. Egyetlen napirendi pontot tárgyaltak volna a szekszárdi közgyűlésen a képviselők. Ez arról szólt, hogy a város felbontja a szerződést a Patak utcai ingatlanok felújítását végző vállalkozóval. Legutoljára előző héten tárgyalt két bizottság erről a témáról, és a két bizottság arról döntött, hogy rendkívüli ülés
tartsunk ebben az ügyben, és a közgyűlés hozza meg a végső döntést. Ennek az összehívására pénteken intézkedett a polgármester úgy, ahogy a bizottságok ezt kérték. A legutolsó pillanatban viszont a vállalkozó elfogadta a város által felkínált fizetési feltételeket, így a szerződés felbontásáról már nem kellett döntést hozni. A közgyűlést viszont meg kellett tartani, mert az ügyről korábban szavazó bizottságok nem kérték, hogy ne legyen így. Azért került erre sor, mert a polgármester összehívta az ő kérésükre, és innentől kezdve csak a közgyűlés dönthet arról, hogy megtartja a napi rendi pont tárgyalását vagy sem, ezért nem lehetett mellőzni. Szekszárdon várhatóan ebben a hónapban még egy közgyűlést tartanak majd. A Magyarországi Légi Mentésért Alapítvány, a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat idén második alkalommal szervez rendhagyó közösségi véradó kampányt. Az esemény keretében szeptember 23-án, pénteken 11 és 18 óra között Budaörsön, Balatonfüreden, Keszthelyen, Szekszárdon, Szentesen, Miskolcon és Debrecenben is várják a véradókat. Az esemény célja, hogy minél több emberhez eljusson, nem csak a véradás üzenetének fontossága, de a lehetősége is. Felhívja a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás jelentőségére, és a légimentők nem mindennapi munkájára. A közös véradást 2021-ben hagyományteremtő céllal hívták életre, és eltökélt szándékuk, hogy 2022 évet követően is minden évben megszervezzék, támogatva ezzel azt, hogy mindig rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű vér a mentőhelikoptereken és az egészségügyi intézményekben is. Bár az eddigi tapasztalatok javuló tendenciát mutatnak, még mindig sokan engedély nélkül szabálytalanul hajtanak be a Garai térre Szekszárdon. Az ezért járó büntetés egyébként 30 000 forint, az ideiglenes engedély megigénylése pedig mindössze 400 forintba kerül. Továbbra is sok a szabálytalanul közlekedő autós Szekszárdon a Garai téren. A kamerarendszer augusztus 1-e óta már élesben működik, és az engedéllyel nem rendelkezőknek 30 000 forint büntetést kell megfizetnie. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, nem a bírságolás a cél, csupán a törvényes rendet szeretnék betartani, hiszen sétáló utca lévén a biztonságra és az állagmegóvásra törekszenek. Gemenc nagydíj kerékpáros verseny előtt itt az utcába a megreperezett és eltört kövek kijavításra kerültek, ott 66 ezer forintba került egy négyzetméter. Gyakorlatilag hangsúlyozom, hogy ez nem arra való, hogy itt ilyen nagyfokú közlekedés bonyolódjon le, de aki jogosult, aki itt árut tölt fel különböző egységekbe, azoknak megvan a szabályzott behajtási lehetősége. Az eddigi tapasztalatok egyébként javuló tendenciát mutatnak. Amíg augusztusban egy hét alatt 504 szabálytalan behajtó volt, addig ez a szám szeptember közepéig 107-re csökkent. A legtöbb szabályszegés egyébként a piaci napokon fordul elő, mondta el az alpolgármester. A közüzemi szolgáltatók azok egy regisztráció alapján folyamatosan behajthatnak, akiknek nincs engedélye, az 400 forintos egyszeri regisztrációs díj mellett megkaphatja, a hivatal gyorsan elbírálja. Az ideiglenes engedélyeket az önkormányzati hivatal 74-504-106-os telefonszámán lehet igényelni. Több éves növekedés után a jelentős áremelkedés miatt visszaesett a kalászos vetőmagok forgalma, ennek ellenére idén ősszel esetenként hiány lehet a kínálatban. Olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal jelentésében. A vetőmagok lényegesen drágultak idén, miután a szélsőséges időjárás a vetőmag szaporítást is hátráltatta. Egyes térségekben például 2021. júliusa óta nem volt számottevő csapadék a kalászosok vegetációs idejében, írták. Idén csak a hűvös április segített valamennyit, mert így a kalászok valamelyest még tudtak termékenyülni. A termésadatokat tekintve az ország gyakorlatilag ketté szakadt, keleten a vetőmag előállító táblák termés átlaga gyenge, legfeljebb közepes, nyugaton viszont jó, helyenként kiváló. Kalászos vetőmagokból összességében nem lesz jelentős hiány, de a keresettebb fajták készletei idő előtt kifogyhatnak. 2008 óta ünnepeljük az Európai Kultúra Napját, melynek célja, hogy bemutassák, minden kultúra egyformán értékes és fejleszthető. Tolna megyében a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai segítik a települések eseményeinek megszervezését és azok népszerűsítését.
Szeptember 20-a az Európai Kultúra napja. Célja, hogy bemutassa, minden kultúra egyformán értékes és fejleszthető. Tolna megyében a Nemzeti Művelődési Intézet megyei szervezete gondoskodik arról, hogy ne csak a városokban, hanem a kisebb településeken is részesüljenek az ott lakó emberek kulturális eseményekből. Minden településen a 140-es törvény értelmében minden településen kötelező közösségi színteret vagy közművelődési intézményt fenntartani az önkormányzatnak. Ez minden településen meg is van nálunk. A szakember kell foglalkoztatni, nálunk a 109 településen, 3 településen nincs szakember, a többi településen már végzett szakember van. A Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére a 2014-ben kigondolt Pajta Színház projekt célja is az volt, hogy a valaha oly erős magyar falusi színjátszó hagyományokat újra életre keltse és népszerűsítse. Több mint 100 település kapcsolódott már be ebbe a Pajta Színházi tevékenységbe. Minden évben más települést keresünk meg, és szeretnénk, hogyha folytatnák. A múlt évben Németkér volt, ők azóta is együtt vannak, és készülnek a fellépéseikre. Ebben az évben pedig Újireg fog bekapcsolódni a Pajta Színházak körébe. Tolna megye is gazdag és sokszínű folklorban, és az irodalmi emlékeink is bőségesek. Szekszárdhoz kötődik többek között Garai, Babics, Mészöly, illetve a Tolnai megyeszékhelyen működik a hazánkban egyetlen magyarországi német színház is. Még júliusban történt, hogy Tamásiban két férfi megtámadott egy harmadikat, akit olyan súlyosan bántalmaztak, hogy másfél hónappal később belehalt sérüléseibe. A szekszárdi és tamási rendőrök közös munkájának köszönhetően elfogták, és a napokban letartóztatták az elkövetőket. Letartóztatásban a bántalmazók. Még júliusban érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Tamásiban a Fő utca, Vágóhíd utca kereszteződésénél lévő parkban egy magatehetetlen férfit találtak a földön fekve. A helyszínre érkező járőrök megállapították, hogy egy 51 éves helyi lakosról van szó, akivel akkor már kommunikálni nem lehetett, a fején és az arcán is több sérülés volt. Mivel felmerült a bántalmazás lehetősége, helyszíni szemlét tartottak, majd a tamási nyomozók széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek, tanukat hallgattak meg, illetve szakértőket rendeltek ki az ügyben. A súlyosan bántalmazott férfi nem került kihallgatható állapotba, és a kezelések szakszerű orvosi ellátás ellenére augusztusban belehalt sérüléseibe. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatósága, illetve a tamási rendőrkapitányság nyomozóinak összehangolt munkájával szeptember 15-én elfogásra és előállításra került az a két férfi, akik korábban tanúként hallgattak ki, és a bántalmazás időpontjában ők lakótársai voltak a sérült férfinek. A 42 éves Irek Szemcsei és a 39 éves Regői férfit az egyenruhások előállították halált okozó testi sértésért, majd az eljárás során mindkettőjüket őrizetbe vették, és az ügyészség indítványozta letartóztatásukat. Szeptember 17-én a szekszárdi járásbíróság letartóztatta a két férfit. A nyomozás a szekszárdi rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán folytatódik. Regionális híreink következnek. Külügyi kapcsolat Kaposvárra látogatott Törökország nem régen megválasztott magyarországi nagykövete. 4 milliárdos kárt okoztak a költségvetésnek, 11 gyanúsítottal javasol vádemelést a NAV. Nemzetiségi és vallási hovatartozás, Mohácsra várták az érdeklődőket az önkormányzatok. Kaposvárra látogatott Törökország frissen kinevezett nagykövete. A diplomata a Somogyi megyeszékhely polgármesterével tárgyalt. Ezen elhangzott, Törökországnak fontosak a két ország közötti kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok erősítése, mert ez mindkét ország érdeke. Kaposváron jelentős török befektetések valósultak már meg, fogalmazott Szita Károly polgármester a megbeszélést követő sajtótájékoztatón. A megyejogú város vezetője kiemelte, a török beruházások több szempontból fontosak a város életében. Egyrészt a gazdasági fejlődés szempontjából, hiszen új technológiák honosodnak meg nálunk, és ez tudást is közvetít. Másrészt pedig fontos a befektetett tőke szempontjából is, mert ez embereknek ad munka lehetőséget. A már működő két török vállalkozás mellett egy új is hamarosan elindul. Ugyanebben az ipari parkban pedig elkezdődik valami új is. Nagyon remélem, hogy a török haditechnika
fontosnak érzi kaposvári jelenlétét tartósan. Ott pedig a Gidrán összeszerelés, és majd később reményem szerint a gyártás. Haditechnikai gyártás, inkább így fogalmaznék, valósul meg. A kaposvári befektetések rendkívüli jelentőséggel bírnak Törökország számára, fogalmazott Karenc Eksol Gülsen nagykövet asszony. Mint kiemelte, azon dolgozik, hogy a két ország kereskedelmi kapcsolatai még erősebbé váljanak. Egyik fő célja, hogy a kereskedelmi együttműködés még magasabb szintű legyen. A polgármester úr által említett három cég pedig nagyon fontos, hiszen ezek példaértékűek lesznek a többi török befektető számára is. A felek hangsúlyozták, nem csak gazdasági, hanem sport és kulturális vonalon is megállapodtak a jövőbeli közös együttműködés lehetőségének megteremtéséről. Egy közösségi áfa csalásra szakosodott mobiltelefon kereskedő banda összesen több mint 4 milliárd forinttal károsította meg a költségvetést. A bűnszövetség a Nemzeti Adó és Vámhivatal 4 napos nemzetközi akcióban számolta fel. Az okozott kár nagy arányban megtérült a lefoglalásoknak és a zárolásoknak köszönhetően. Most 11 gyanúsítottal szemben javasol vádemelést az adóhatóság. A Merkur bevetési egység, azaz a NAV kommandósai láthatók ezeken a felvételeken. Az egyenruhások egy budapesti testvérpárt fogtak el, akik a megalapozott gyanú szerint egy bűnszövetséget irányítottak. A feltételezett elkövetők Ausztriából néhány havonta cserélt strómanok vezette bukócégek közvetítésével szereztek be nettó áron mobiltelefonokat. Egyrészt a termékimport utáni áfát nem fizették meg, másrészt pedig a továbbértékesítések után a láncolat végén még visszaigényelték az áfát is. Ezt követően pedig akár egy nap alatt végigfuttatták a magyarországi céghálózaton ezeket a telefonkészülékeket, és végül ismét az EU-s országok egyikébe értékesítették tovább. Ezzel több mint 4 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést. A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói az Europol és az Eurojust támogatásával számolták fel a hálózatot egy 4 napos akció során, valamint sikerült nagy arányban megtéríteni az okozott anyagi kárt. Több mint 2,5 milliárd forint értékben zároltak a nyomozók üzletrészeket, bankszámlákat, foglaltak le luxus ingatlanokat és luxus autókat is, valamint egy több 100 millió forint értékű áfa visszaigénylést is sikerült megakadályozni. Ezen túl készpénzfoglalásra is sor került, egyrészt a helyszíneken 15 millió forint értékben foglaltunk készpénzt, és további 150 millió forint került elő egy banki széfből. A pénzügyi nyomozók 11 gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést, üzletszerűen bűnszövetségben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. A hálózat része volt egy pécsi cég is, melynek vezetője a gyanúsítottak között van. A 40 ezer oldalnyi nyomozati iratanyagot a napokban küldik meg a Baranya megyei főügyészségre. A német, a horvát, a roma és a szerb nemzetiségi önkormányzatok közös nemzetiségi programra várták az érdeklődőket Mohácson. A fogadalmi templomban Szent Misével kezdődött a rendezvény, majd nemzetiségi műhelyek, vásár, viseletbemutató, ételkóstoló és kulturális műsor következett. A nap egyik fő üzenete a nemzetiségi és vallási hovatartozás megvallásának fontossága volt. Október 1-én indul a népszámlálás, melynek során a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai begyűjtik az adatokat arról, mennyien élnek hazánk településein. A nemzetiségi és felekezeti hovatartozásról szóló kérdésre a válaszadás önkéntes, de a Magyarországon élő népcsoportok fontosnak tartják megvallani hitüket és nemzetiségüket is. Mohácson a német, a horvát, a roma és a szerb önkormányzatok közös hétvégi programjának is ez volt az egyik fontos üzenete. Én személy szerint fontosnak tartom, most nyilván erről mindenki maga dönt, hogy mit tart fontosnak. Magyarországon születtem, magyar vagyok, de mégis horvát vagyok. Én vallom magam svábnak, én svábként születtem, svábként is fogok meghalni, és a népszámlálásnál is én sváb vagyok, én ezt vallom. A rendezvény 3 nyelven megtartott szentmisével kezdődött. Magyarország, ami hazánk, itt születtünk, itt élünk, de nem tagadhatjuk meg az anyanyelvünket. Ha az anyám, apám horvát, akkor én nem mondhatom azt, hogy én magyar vagyok, hiszen 5 éves koromig magyar nyelvű, mert 5 éves koromig csak horvátul beszéltem. Tehát én erre biztatnám a Magyarországon élő nemzetiségiket és a keresztényeket, hogy valljuk meg, hogy hova tartozunk, és legyünk büszkék
a nyelvünkre és a hitünkre is. A fiatalok közül is sokan tartják fontosnak, hogy nemzetiségi és vallási hovatartozásukat megvallják. Nagyon fontos lenne, hogy mindenkiben meglegyen ez az identitás tudat. Én is egyébként úgy nőttem fel, hogy már a szüleim nem igazán beszélték a sváb nyelvet, tehát már nem tudták úgy átadni igazán szerintem a mi generációknak azt, amiben még ők felnőttek, és ez engem nagyon megérintett igazán, hogy én sem tudtam megtanulni úgy a sváb nyelvet anyanyelvként, és mi most szeretnénk valahol ezt visszahozni. Szeptember végén levélben kap tájékoztatást a lakosság, minden háztartás kap egy népszámlálás feliratú borítékot. Ezt a levelet fontos megőrizni, hiszen ez tartalmazza azt a belépési kódot, mellyel mindenki október 1-e és 16-a között el tudja önállóan végezni a kitöltést az online felületen. 8 baranyai iskola diákjai mérhették össze tudásukat labdarúgásban. A gyerekek egyházas kozárban játszottak közel fél órás meccseket egymás ellen, de többek között bűnmegelőzési előadásokon is részt vehettek. Mindezt a Ferencvárosi Torna Klub valósította meg, a Fővárosi Sportegyesület ugyanis egy országos programot indított, a Suliga elnevezésű kezdeményezés első vidéki helyszíne volt a baranyai. Suliga elnevezéssel indult egy országos program a Ferencvárosi Torna Klub koordinálásával. A Budapesti Sportegyesület egy nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozva döntött úgy, hogy nem csak a fővárosban, hanem hazánk más településein is népszerűsítik a labdarúgást. Most a baranyai egyházas kozár adott otthont az eseménynek, mint első vidéki helyszín. Tömbösítve egyrészt 2 meccsnapot játszanak a gyerekek egymással, a települések csapatai, illetve emellett paralel mennek bűnmegelőzési workshopok, mennek közösségfejlesztő előadássorozatok, fair play tematikával előadások, interaktív programok, valamint drogprevencióval kapcsolatos előadások. A megye oktatási intézményei, illetve amatőr sportegyesületei vehettek részt a programon. Szép számmal érkeztek a gyerekek több településről is. 8 Baranya megyei iskola lett ebbe a programba meghívva. 2 pécsi iskola, itt környékbeli iskolákról van itt szó, Vásárosdombó, Egyházas Kozár, Bikal, de jöttek Sájéről is például az ország szinte legdélebbi részéről is, úgyhogy örülök neki, hogy mind a 8 iskola itt tudott lenni és felsorakoztak. A sport szeretete mellett pedig fontos a társadalmi felelősségvállalás, hangsúlyozta köszöntőjében Bikal polgármestere. Kőműves József szerint a jó cselekedetekre való nevelést minél korábban kell elkezdeni. Akkor, hogyha a gyerekek ezt megtanulják és megszokják azt, hogy ennek a programnak a segítségével rászoktatjuk őket arra, hogy segítsenek mondjuk az időseknek, vagy segítsenek a közösségnek adott esetben padot festeni, szemetes kukát festeni, szemetet szedni, bármi mást, és tényleg, amit elmondtam a megnyitóban is, hogy eljutunk odáig, hogy adott esetben mondjuk a gyerek, amikor felszáll egy idős ember a buszra, akkor átadja a helyét, akkor már elértünk valamit, és úgy gondolom, hogy ez a program erre tökéletes. A megye iskolásai közel fél órás mérkőzéseket játszottak egymás ellen, pihenésképpen pedig érdekes és tanulságos előadásokon vehettek részt. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket, még egyszer röviden. Szoller Zoltán a jelölt, tőzsgyökeres civil vezető indul a Fidesz-KDNP jelöltjeként Szekszárdon. Sok a szabálytalan behajtás a Garai térre, 30 000 forintos büntetésre számíthatnak az engedéllyel nem rendelkezők. Európai Kultúra napja, több mint 2 évtizede ünnepeljük az eseményt. Letartóztatásban a bántalmazók, halálra verte ismerősét a 2 férfi. Szerdán mérsékelt, a Dunántúl térségében olykor még élénk északi légmozgás lesz jellemző. Délelőtt többnyire a napsütés lesz túlsúlyban, az északkeleti megyék felett várhatóak ekkor is erősebb, tartósabban felhős időszakok, kisebb esők, záporok. A hideg reggelt követően délutánra még 20 fok alatti maximumok ígérkeznek. Éjszaka általában gyengén felhős, csillagfényes idő következik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!